Andiamo in bar. Aaron Pertz. Black flag would need to pit to serve this penalty. Oh, Istenem. Istenem. Gratulálok. Az meg. Micsoda butaság. Gratulálok. You need to come in for this penalty in the next three laps. Ez tényleg butaság volt. Ez nem az, mint az előbb, hogy megforgok, meg nyomom, meg gyakorlás, hanem ez egy nagy szar volt. Watch your speed. Pit exit's clear. Good damn job. Ennyit tudok erre mondani. Ennek most tényleg semmi értelme nem volt. 2 minutes to go. 2 minutes. All right, Nandi. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Egyből jobb a tempó egyébként. Kicsit visszaültek a gubik. Valahogy életben kellene tartani ezeket a gumikat jobban. Hát, hogy túl agresszív vagyok. És ez a pálya, ezen a pálya meg különösen figyelni kell erre. Ez az autóval. Na ez például lehet egy Porsche-val könnyebb, jobban menne mondjuk. Ó, hogy a jó kurva anyádat. Az meg. P20. Az meg, mi ez a mozgás? Hát, hogy rossz a fékerő elosztás. Mi a büdös istáló? Megpróbáljak egy agresszívabbat, vagy vissza az alapbeállítást. Nézzük meg az alapot. Be... Buknik ott az autó el rosszul. Ezen kívül még lesz egy körünk. There's an incident in Spitzkehr hairpin. We think it might be Stearman. Gyerünk, utolsó kör. P19, last lap. Very little fuel left. Me. Anders is leading the race.
érdekes volt. There's an incident in Nordkurve. It looks like Stearman. Vissza kell nézni. That's 2 minutes left. 2 minutes. Milyen lószar. Mitől forogtam meg? Mitől forogtam meg? Milyen lószar volt ez? 2 liters left. Na, hát ez egy borzasztó nagy mínuszos verseny, mi a safety ratinget illeti. Jól van. A következő verseny ez 15 perc múlva, 18 perc múlva kezdődik. Lesz egy 10 perc szabad edzésünk, ez azt jelenti körülbelül. Az lesz a leghasznosabb. Ahol menni kell. Igen, nagyon tanuló verseny volt, megint csak. Na mindegy, világot megváltani nem ma fogunk, az biztos. 18th. Okay, that's the end. Good finish, mate. Well done. Amúgy elég sok dolgot lehet itt visszanézni ezen a versenyen, nem? Elég sok mindent, azt hiszem. Várjál, csak nem állítottam be a... Good race! Na, örülök! Good race! Rosszan beállítom itt az incidenseket. Next! Hát az mire van beállítva? Hú, de elfelejtettem. Annyit nem mentem, hogy memorizáljam. Na, ezt a... Hú, várjál, ki ment Mercedes-e? Kezdjük ott? A leggyorsabb Mercedes-t visszanézném. Alex Ziganki. Mit rinyál ez a gyerek? Ja, hogy lassan mentem a box utcába? Hát ezt elrontottam, ez van. Ez az totálisan az én hibám, igaz? Igaza van. Most írok neki, hogy... Így, nyugodjál le, öcsi, bazzi, nem kell itt beszarni. A szart izgul. Aha, Viktor Brill. 38.1. I report you. Hát reportoljál. Mi baj van ennek? Ja! Hát reportolj, öreg. Saját magadnak köszönheted, kis barátom. Jó van? Tök mindegy. Na bazd meg, most meg hova írok a közösbe? Jó van? Nem, nehogy már itt magyarázkodnom kelljen, baszki öreg. Hát, kerüljék ki, hogy mit, hogy reflexeidet fejleszted, bármikor megtörtént a szar, a gebasz. Hát na, most mit forszírozzam már? Elnézést kértem, nem? Ennyi. Hát totál az én hibám volt, persze. Balfaszkodtam ott. Szóra nem érdemes. Nem lehet így, nem tudok így normálisan gépelni. Sorry-t majd írok, mindig az kész, ha úgy van. Na mi, hol tartott? Ja igen, ezt a Lamborghini-set nézzük meg a fickót, de melyikkel állítom, melyikkel... Valóban be van állítva nekem. Ezzel megyek előre, de melyikkel? Beállítom újra. Vagy... Ja, megvan! Vagy nincs meg? Ezzel? Akkor mivel? Ja, megvan! Ah! Persze. Hát ezt sosem találtam volna meg amúgy. Alex Ziganki, vagy ki volt a srácnak? Hogy kantba? Ezt nézzük meg! Ez szerintem tanulságos. Lehet akár. Mikor forog meg vajon?
Itt még megyünk. Ő igen, megy. Na és akkor most szerintem, most lesz a megforgás, vagy nem? Aha, igen, szerintem most fog bevetődni. Igen, óriásit hibáztam, és akkor bevetődik a srác, és akkor nézzétek csak. Hát ez szerintem nagyon-nagyon magáért beszél a helyzet. Mi volt ez? Figyeld! Hát hogy lehet ilyen buta valaki? Hát ez mi? Mi az, hogy rám fordul a srác? Nézd már oda! Ez mi? Hát magáért beszél a helyzet, nem? Hát ez ki akar terelni a pályáról? Ez egyértelmű. Menet közben is mondta, hogy ez kurvára feltűnő volt. Nézd oda! Ez mit akar? Hát ő totális képzavarban van. Ő azt hiszi, hogy a formányban van, és ki lehet terelni a másikat. Nem. De hova akar kiterelni? Na, úgyhogy erre ne is pazaroljuk az időt. Itt a végét akartam visszanézni. Hogy ott mitől forogtam meg? Hát ekkora hülyeséget csinálni, öcsém. Hogy volt itt ez? Megyek, mint az állat. Ja, megint ez a kurva rázókő. Ezek, pont a Mercedes forog meg így a rázóköveken öregen. Hát ennél jobb autót nem is tudom, hogy lehet-e csinálni, baszki. Rázóköveken mennyire... Jó szokott menni ez az autó. És most meg nézd meg! Sutty! Baszd meg! Oh. Hogy... Igen. Rángattuk itt össze-vissza a kormányt. Hihetetlen. 38-1-et ment a srác. Második körbe. Ezt a kört még megnézzük gyorsan, és akkor... 10 percet gyakorlásunk lesz. 8-9, valami ilyesmi. Szia Nelson! Jézusom, így lelassít. Milyen agresszívan veszi a rázóköveket. Még lehet, hogy később már ezt nem csinálta. Autó bal oldalát kellene a lehető legjobban kímélni. Eszméletlenül kapja az a dívet. Hát a fene se gondolta volna, hogy ennyire nagy terhelés fog kapni majd az autó itt. Nem, nagyon, nagyon finoman kéne menni. Nagyon. Nagyon. És amúgy lehet, hogy a tapadás a túlmelegedett gumik miatt viselkedik a kettes kanyarban olyan rosszul az autó féktávon. És nem véletlen az se, hogy 38-1-et megy a második körbe. Hiszen később csak hűt a pálya, meg könnyebb lett az autója. Tehát mindenki konstant túlmelegíti, csak ki tudja... ilyen vispórolási verseny van, gumi management. Sokkal agresszívabban kell vagy. Na ez tuti rossz kör volt. Ez tuti elvette, nem? Ez még szabályos? Na mindegy. Húzzunk innen, aztán megnézzünk mindent. Ahhoz képest nem is mínuszoltunk olyan óriási tire rating, vagy safety ratingben. Nézz oda! 0,07. Box utca áthajtás alapukáim. Döbbenet. Na nézz oda! Ja, mire fölérünk, lesz egy 2-3 gyors kör, és akkor ott aztán mindent gyakorolni kell, amit eddig nem tudtunk. Jó. Csatlakozz, gyerünk! Tökölődik itt öregem. Nézzenek oda.
hát ezek a, tehát a G-Simulation-es termékek nem úgy működnek, hogy, hogy ennyi meg ennyi, tehát így kerekperec meg lehet mondani, hogy mennyibe kerül, hanem hát ez, ez nem így működik, szóval na ennyi. Hát, hogy azért ezek ilyen eléggé testre szabott termékek. Szia, Laci! Na, egyetértünk Nelson. Nem érünk rá pofázni, az istálóját bele. Mennék egy gyerekek. Azonnal gyorsan annyit csinálok, hogy, hogy próbálok egy ilyen drasztikusabb fékerőbeállítást, és 53-ra levisszük. Your exit is clear. Watch the white line. Nem fázik a kezem amúgy, Laci. Nem fázik. Ez ahhoz kell, hogyha rosszul viselkedsz, akkor nagyobb sandert tudjak adni neked. Mint amekkorát amúgy szoktam. Úgyhogy ennyit kell erőt tudni. Nem, szól, megvan még. Persze! Jó hajnalka! Persze! Tegnap oktattam Trackmániába, azért vagyok ma ilyen kemény. Azta! Az igen. És azért, hogy ne csúszson a tenyér a piros kis arcodon. Hú, Andris, te tudsz élni senni? Ez igen. Te tekintély parancsoló. Annyi rúbos kávétól te is jól érezzéd magad. Hát akkor... mi tart vissza? Tehát, Aci, ne kéresd már magad. De amúgy... Légy szíves! Ne írogassál annyit, mert most mióta feliratkozó vagy, kénytelen vagyok mindent elolvasni, amit írsz. Tudod, hát ez így működik ezen a csatornán. Hihetetlen. Légy szíves, fogd vissza magad! Vagy ne legyél feliratkozó! és akkor nyugodtan írja, mennyit akarsz! és akkor... Ennyi. Laci, nagyon exkluzív lettél. Ennyi pénz beszél. Így van. Szia, Alfa. Hogy megyünk ma? Hát, nem olyan jól. Sector 1 time is okay. Körülményekhez képest jól végül is. És mennyire szebben működik, hogy... Hát, na mindegy, jó. Na majd elolvasom, amit írtál, Bence. Csak most sietek nagyon gyorsan. Lehetőleg több... információt ki tudjam nyerni a pályából. Meg az autó... Istálóját bele. Te csúszik! Sector 2 time is quick. Sajsze!
egyértelműen jobb a tapadás, pedig a hőfok az, a pályatapadás az hőmérséklet alapján fixen rosszabb. P6. Kötelező kávéval inni a rumot? Hamutartó. Remélem ez költői kérdés volt. Ajánlom. Fastest lap for Blue, 139.52. That's a new fastest lap for Biermann, 138.88. Two tenths off the pace in sector 3. Tényleg amúgy akkor mostantól, ha esetleg valami jobb eredményt elérek, akkor a szemtelen emberek azt fogják mondani, hogy azzal szedte, nekem is menne. Belestem ebbe a kategóriába. Mindig is ki akartam próbálni. Így könnyű. Ugyan már, ez sima. Magától megy minden. The leader has just done a 144.00. Bazd meg. Azt rohadt. Megállt a szívem. 2 is 0.32 off the pace. Hát ez magát a megfogja. Hagyjad már! Nekem is menne! Azért... Hú... Nem sokat gyakoroltunk, de... Azért... Van ebbe. Érzem, hogy van. Kezd előjönni a 38-as köridő. Úgy könnyű, ha forog a kormány. Jó ideje nem iszol kávét. Ja. Hát akkor... akkor végülis tisztán is jó. Végülis akkor tisztán is lehet inni a rumot, persze. Úgyis jó. Igen, így van, Gergő. Így van. Majd hétfőn meg beleír a Billybe a kis ujjam. Úristen Silverstone, úristen TCR. Most mi lesz, hogy lesz? Nem leszünk szerintem annyira jók, mint Sebringen voltunk. Kár azért. Próbálom a GT3-at minél jobban nyomni, mert ez a legjobb viszonyítási pont jelenleg. Mert folyamatos az elmúlt időszakban csak a GT3 pörgött. Csak és ki. Hát jó, most néha volt ilyen lötyögés Mazdával. Persze. De a legkoncentrálósabb az a GT3 volt, és ez ennyi. Ha nem így lett volna, akkor most lehet, hogy F1 22-zzénk.
jövő hétvégén szerintem lesz is majd. F1 22. Szerintem nagyon-nagyon, baszki, nagyon azért tartok tőle. Nagyon-nagyon-nagyon más nekem a fék. Baromi a más ahhoz képest. Tehát én lényegében egy ilyen pehelysúlyú kuplunggal fékeztem. Mikor F1-eztem, éveken keresztül. Hát furcsa lesz baromian. Hát de a mai ABS-eket már szerintem elég könnyű lesz megszokni. De mit kuplunggal nem fogok fékezni, mert itt jó a fékhatás nagyon. Elég pontosan lehet érezni, mennyivel fékezek. Majd itt egy jó beállítás fog kelleni, mint ahogy iRacingbe is. Jó fasz a szaturációval a pedálnak az utolsó 40%-át ilyen elhalt tartománynak kell minősíteni, és akkor jó lesz. Mert van egy nagyon fasz a pont a fékpedálon, egyelőre úgy érzem, amit most úgy tűnik sikerült jól eltalálni, hogy amikor érzek egy nagyon jellegzetes keménységet, akkor ott kész, állj! És ezt elég egyszerűen szerintem be lehet majd tanulni. Csak most itt az ideális fék az úgy van, hogy az ilyen, hát hogy nézegettem az indikátort féktávok közben, ami nem a legjobb. Persze, hogy féktávok közben fékindikátort nézek, de muszáj volt, hogy valami gyors viszonyítási alap legyen, ne kelljen egyből telemetri adatokat nézni. De majd az is lesz szerintem. Nem tudom, ha ma nem, akkor holnap. Ki tudja, meddig jutunk itt a GT3 Hockenheimbe. Meg azért azt hozzá kell tenni, ilyenkor már a mezőny azért elég jó szokott lenni szerintem. Tehát már kedd óta ők itt már mennek. Hát, le vagyunk maradva. Hát ez barom. Én nagyon-nagyon élvezem. Megélvezni, még jobban élvezném, ha gyors is lennék. De majd az jönni fog úgyis később. Na közben, amiről beszélgettünk korábbi beszélgetéseket. Na, így van, bocika. Majd megyek, hozom a csajokat. The track temperature is rising. It's now 41 Celsius. Na, F1-23-ról mi is volt a véleményed, Bence? Gumikba találtál változást, 110 fokon kezd grafikonon narancssárga lenni. Szélárnyék hatás komolyabbnak érzem, mint a 22-es játékban. És az agyi versenyzés terén szerintem fejlődött. Egyszer megnéztem, változott-e valami a highlights-ba, és meglepődtem, de ha AI ütközött vagy forgott, az is benne volt, nem csak én. Hoppá! Na, nagyon jó. És akkor még ehhez annyit hozzátettél, hogy 50% fék, neked 55 körül volt eddig a legjobb. Nekem annyira nem meta, könnyen blokkoltam a hátulját, és úgy, és TC off olyan, mint a 22-es játékban a TC med. TC off. Mi? Ilyen könnyű kigyorsítani? Ó, rég. Egyszer sönben vagyunk? Na, csungus, sok sikert akkor. Azért majd, ha látsz a pályán, akkor engedj ilyen, jó, légy szikösz. Szia, Pedi. Csak vicceltem, elengedjél, mert segbe billentelek. Úgy könnyű, hogy nincs melletted az oldal pordád, aki saját bevallása szerint jobban tud mindent is. Ja, ha igen, hát részvétem. Kitartás, hamutartó, mi mindig itt vagyunk neked, ne aggódj. Veled vagyunk. Hajrá. Csak keményen. Igen, igen. Oldalborda úr. Né. De hát ki tudja, hogy valójában kihordja. És eddig 50%-os fékkel mentél, ugye? Tehát akkor 50-ről. Ja, szerintem így nagyobb ilyen taktikai húzásokat akarnak ezzel is találni. Inspirálni, vagy kihozni, vagy mit tudom, valami. Exit's clear. Na, hát push. Okay, Nandi, we've got neki. Two laps. Let's get this done. Azoknak, amiket leírtál, és a gumik, akkor milyen változást érzékeltél még? Amúgy, amit Bence írt az F1-23-ról, azt nyugodtan el lehet ám hinni, tehát... annyit beszélgettem én Bencével korábban az F1-22 főként talán komolyabban, hogy szerintem eléggé egy rugon vagyunk.
Míg mondjuk, ha mondaná ezt bárki más, nem hinném el ennyire. Hát nem, hogy nem elhinném, de fenntartásokkal kezelném, mert ki tudja, hogy kinek mi fekszik igazából. Hát, hogy most ki tudja, hogy ki, hogy kinek mi a jó. Na jó, maskacok. Időmérő. Kettő gyorskör. Bim-bam. The leader has just done a 138.50. The lap time was at 138.41. That's the end of the session, P5. Be se tudtam volna fejezni a kurva anyját. Amúgy jó volt. Ötödik! Ötödik! Mekkorát léptünk előre, bazd meg! Majdnem pole pozíció!
Igen, Csungus az hol van? Illetve ő hol van? Szia, Krisa! Örülök! Szia, Abri! Aha, gumínyomásra nem nagyon érezté változást. Jobban tapad az autó, például a Silverstone-ban a kopsz simán padlóval átmegy. A kopsz az, ahol Verstappen, ahol Hamilton és Verstappen ütközött, és Verstappen röpült a falba, ugye? Az a kopsz, az biztos, hogy az. Igen, igen, oké, oké. Simán padló. És alapbeállításra gondolom, azzal nyomultál, ugye? Ez király. Ők amúgy biztos ebben a fékerő elosztásban. B5. The track temp is 40. The air temp is 23 Celsius. Ja, elnézést, a nadrágot én hordom, de ő mondja meg, hogy melyiket vegyek fel. Ja, ja. Jó. Nem a Knight Riderből van ez a kormány. De majdnem. Ilyen pólóban nem jó. Tudtam ott menni. Na. Meglátod. Ja, mert túl nagy a nyomás, mi? Teljesíteni kell. Jogos. Hú. Eszetlen gyerek, bazd. All right, Nandi. Stay calm. Focus. Go, go, go! That's 20 minutes to go. Szerintetek ez normális volt, baszki? Szépen konstans tempót, már lehet az a hülye majom fekete Porsche besatozott előtte, mert visszanézzük. Starts okay, let's get stuck in. Left side. Still there. Hold your line. Clear left. Nem is nagyon keménykedik a sász, lehet, hogy érzi, hogy hülye volt. De ne tudja. On your right. Clear right.
32. Oh, Istenem. Car right. Clear right. Incident in turn 2. Looks like it's Valentin. Stay between the lines, please, Nandi. Car right. Nem tudom, hogy... Clear right. Hogy lehet így versenyezni. Hirtem, hogy helyet. Clear left. Jó van, semmi baj. Ezek a leg... fontosabb pillanatokat éljük meg a versenyezésen. Semmi gond nincs itt. Ilyenkor lehet a legtöbbet tanulni talán. Minutes left. Okay, Nandi. Relax, focus, keep it smooth. Defend hard. Make them work for it. The leader has just done a 138.80. P4. Nem tudom, mi van itt ezzel a féktávban. Azért elég sokat melegítünk a gumin. The gap to Vigo ahead is now 0.6. Húúúú, bazd meg! Istálóját bele. És ilyen alternatív híveket nem válasszák, kis barátom. A végén kiforgatlak véletlenül. Eszméletlen, milyen híveket autózik ez a Porsche. Mi meg úgy nyilván a lehető legillesebb Féktávokat veszem is, bazd meg, hát... Egy ilyen manőve nem fér bele az ellenfétől. The leader's just done a 138.57. Sector 2 is 0.6, off the pace. Vagy jó a tempó pedig. Jó lesz ez, fú.
just done a 139.33. You're 2/10 off the pace in Sector 1. You're 1/10 off the pace in Sector 2. Sector 3 is 0.42 off the pace. Keep your concentration. Make the bastard work for it. There's a car exit in the pits. That's half distance. Fuel levels are fine. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Keep digging. You've just done a 139.18. Sector 2 is 0.43 off the pace. On your left, clear left. Car right. Still there. Still there. Hold your line. He's still there. Clear right. On your right. Right side's clear. You're reeling. Vigo in. The gap's now 0.5. There's an incident in Sachs. It looks like Vigo. Okay, Nandy, you've got half your fuel left.
P3. Szar. Ilyen féktávot vettem. Hogy? That's 5 minutes to go. Come on, keep it together. We'll be on the podium here. The gap behind is now 0.9. Szuti, nagyon szépen köszönöm neked a 10. hónapot. Köszi szépen, szervusz. Hogy veszek ilyen féktávot? Bár azt nézem, hogy bazzik, igen sok van ebbe. Ez egy nagyon jó érzéssel tölt el. Okay, Nandi, you've got 10 minutes of fuel remaining. Lap time was 39.55. Gap in front has increased. It's now about 6.5. Right side's clear. Úristen! Ez mi a picsa volt? Te jó ég. Just 2 minutes left. 2 minutes to go.
last lap was a 141.06. Track temperature's decreasing. It's now 38 Celsius. One more to go. Keep it together, we'll be on the podium. Ne. Ó, meg, ezt a lúzert, bazd meg. Ha! Hú, de bazd meg. Meggondolkodtam a picsába! Idióta, hülye majom, bazd meg. Car right. Hold your line. Clear right. Fuck's sake, Nandy. Come on, mate. Defend your position. Car right. Clear right. Push or we'll lose this place. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Yellow flag. Looks like P5's gone off in Nord curve. Well done. Decent drive. Hiba nélkül mentünk baszki szinte. Mármint, hogy az X-eket elnézve. Egy kanyar leve... Ah. Hú, de jó volt ez! Bazd meg! Hát azért mindenre számítottam, csak erre nem. Egy harmadik verseny, bazd meg! Ah! Ez az! Hú! De kurva jó volt! Hú-hú. Anyám! Hú-hú. Baszd meg! Hát ha holnapra, ha erre alszok még egyet, jaj, mennyivel jobb lesz ez még. Fú. Pörgesd föl magad, az bármi van, passz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Sziasztok! Öröm és kacagás volt az eddig itt töltött idő Márgisztáló. Na de jó, örülök neki. Szia Trim, köszönöm szépen, és köszönöm szépen neked az 5. hónapot. Hú, de jó momentumok voltak, baszki. Nem is a maga a kerék ellen is kurva jó csaták voltak, baszki. Mi?
Meg úgy amúgy élvezetes volt maga az, hogy a feeling, hogy vezetsz egy autót, kész, bam. De jó volt, és baszki. És uraltuk az autót, jó, helyes, végig helyes korrigálások. Volt, amikor nagyon-nagyon kellett korrigálni. Teljesen más így vezetni, bazd meg. Teljesen más, egyszerűen hihetetlen. Watch your speed limit in the pits. Azt nem gondoltam volna. De hogy egyből szinte így baszki. Mert sokkal természetesebb dolgok mozdulnak meg a testedbe, baszki. Ilyen egyszerű, szerintem. Hogy valódi... valódi dolgok. Valódibb dolgok történnek. Mint eddig. Hú, ez de jó volt. Az meg. Elgondolkodtam itt a végén. Meg sokszor előfordult már, hogy így... Hát nagyon meg kell emészteni majd ezt a mai napot még nekem, úgy érzem. Vannak ilyen megingások fejbe. De nem baj ez. Nem baj ez. Hú, nem is tudom, miket kellene itt visszanézni. Le lettek aratva a babérok. Végre újra iRacing. Na, örülök. De jó. Örülök, tényleg. Köszi mindenkinek. Az meg. Jó volt a tempó, végig, mármint a maga a benne rejlő potenciál. Ja, igen, megvan, mit akartam vissza. Bazzben nem érzem az ujjam. Ez mitől lehet? Ja, mert persze, mert megint a... itt az ujjamnak a végével fogom a pillangóváltót, a kurva anyját azt. És elzsibbad. Nem érzem. Olyan fura érzés. Nem rossz, csak fura. Nagyon rövid ujjaim vannak nekem. De fürgék. Úgy tudok fölfele váltani vele, hogy őrület. Lefele is. Na itt mi volt vajon? Arra akarok rájönni, hogy a srác itt mitől lassult be ennyire? Aha, megvan. Megvan. A fekete autó pánikolt be. Nézd oda. Nem tudom, miért kellett ennyire agresszívan visszalassítani, hát ez tiszta hülye volt, baszki. És ráadásul akkor nekünk sérült az autónk, ugye? Hát, sérült. Hagyjuk. Hagyjuk. Minden csak nem sérülés igazából. Kis kocz. Két patent eltörött. Jó. Közben azt mondom, 4 perc is indul a következő verseny. Hú. De elszoktam ettől a hajszától. Azta! Gyerekek, nem sok ez egy kicsit? A féktávok is mennyire kurva jók voltak sokszor. Hát egyszerűen nincs az, hogy túlfékezem az autót. Úgy fékezek, hogy akarok. 90%-os féket akarok. És az lesz! Nincs az, hogy 92 vagy 98. 90-et akarok, 90 lesz. Bazd meg! Ezek most örülök, mert sokat gondolkodtam azon, hogy milyen lesz, hogy lesz. Mert most ugye nincs a pedáltartónak az a szar effektje, hogy még hajlik centimétereket. Most csak a fékpedálban is kész. Fékpedál effekt. Anyám. Bazd meg. Na jó. Nem is tudom, miket nézegessünk. Volt-e valami? Egy-két incidens talán meg tudunk nézni. Már előtte gyors beregi szállok azért a versenyre. Á, és mekkora plusz volt ez a verseny. Pedig volt itt valami kontaktom, ugye? Ja, itt az elején 4x-et összeszedtem. Meg valamire volt egy x, akkor végül is volt egy kanyarvágás. Jöhet a 40 perces. Sima. Gyerekek. Meghalunk. Hadd szóljon, jó az. Jöjjön. Ez az. Utolsó kör. Kapásból kezdjük az utolsó körrel. Itt bebambultam, bazd meg, úgy benéztem. Ezt annyira jól vesszük, ezt a kanyart.
hiba nélkül. És mindig az van bennem, hogy még gyorsabban kell jönni. És nem, és nem. És ez tipikusan olyan kanyar, amire aludni kell egyet, hogy jobban menjen, bassz meg. Mindig ott vagy még, és csak nem úgy jön, ahogy sose vagy elégedett a kanyarvétellel. Itt hogy elfékeztem? Ja, megvan, mit akartam visszanézni, baszki! Na mindegy, ezt most már megnézzük, egyenes lepörgetjük. Megvan, mit akartam. Megvan, volt egy hibám. A srácom, hogy elrontotta a féktávot szerintem. És így korrigált. Vagy nem, szerintem én voltam itt a hülye. És akkor itt jövünk. Vigyázok, Nabil, ne aggódj, köszönöm. A srác ezt amúgy nagyon nem jól reagálta le. Talán kellett volna fordulnia. Itt amúgy hibáztam, mert nem így kellett volna nekem ezt venni, hanem alávágás biztosan kellett volna fordulnom. De mindegy, végül is jól jöttünk ki belőle. De ha itt alán fordul, akkor szorult helyzetbe kerülhettem volna akár. Na azt akarom megnézni, hogy amikor hibáztam, itt valamelyik körbe volt egy hiba. Valamelyik körbe. És itt a srác... Hát nem tudom, ez ott mit akar... Ja, igen, itt volt egy ilyen is. A fekete az professzionálisan kirakta az ellenfelét a pályáról, én megköszöntem szépen. Jó bulit nektek, fiúk, szevasztok! Ennyi. Ott is hagytuk őket. Szevasztamasz. És akkor menjünk tovább. Ja, ez volt az. Hát most itt ki volt a húgyó vajon? Hát most nyilván elhagytam a... Ja, hát a fekete Porsche. Oh-ho. Azt látta, hogy én kicsodródok a pályáról. Hát én megjövök vissza. Hát most itt mit kellett volna csinálni? Elengedni a srácot, vagy mi? Hát nem kellett volna helyet hagynia talán. De ilyenkor nyilván azért más a helyzet, tehát hogy azért... Nem tudom, hogy ez pontosan ilyenkor hogyan van, hogyan kell erre reagálni a bárkinek is. Elhagyom az ideális ívet. Hát ez kész csoda, hogy megfogtam itt. Elszámolta. Hát ő ilyen elszámolós versenyt tartott akkor ezek szerint, és ő lett a második. Ja. Na most nem tudom, hogy mi van még vissza, viszont kezdődik a verseny, úgyhogy menni kell. Nincs idő tökölődni. Menni kell, nyomni kell, következik a 40 perces. Jó van. Már csatlakozhatunk is. Mire gondolsz? És komolyan, hát igen, mert verseny van, és akkor olyankor valóban.
Hát ez ilyen, sajnos. Tehát most vagy végig pofázok, és nincs jó teljesítmény. Azt nem tudom megemészteni, nekem az nem járható út. Régebben úgy mondtam, hogy megállás nélkül jártattam a szám. És rosszabb eredmények. Jó régen volt. Amikor így viselkedtem, legalábbis ilyen magatartásom volt. Hát eddig azért nem volt iRacing, mert a kormánytartó oszlopom az nem volt. Vagyis... hát így összetekeredett. Elhajlott. Herezve a C1-es sávfordítóba egyszer csak az ölembe landolt a kormány. Ennyi történt igazából. Úgyhogy ja. Bizony. Szia Lion. Rezsőt is mindig elhanyagolta. Na jó van, persze. Nem már. Állok rendelkezésetekre ugyanúgy, csak mikor megyek, amikor időmérő verseny van, akkor úgy, meg amikor ilyen nagyon ilyen tanuló szabad edzés, akkor hát akkor mérsékelten vagyok jelen. Valóban. És ezt rosszul emészted meg, Nabil? Hát ez nagyon nem jó. Ez nem jó! Az egy depressziós, talán nem leszel ettől? Ha mindjárt jön az olyan hozzászólás, várjál csak, valaki leírja, akkor ne nézd. Na! Gyerünk, skacok! Csapjunk a lovak közé! Köszi, Lefi! Nagyon sok mindent meg kell emészenem majd. You're all clear. Stay behind the line. We've got two laps to set a decent time. Még itt nehezebb lesz jó teljesíteni. Alapbeállítással. 34 fokos a pálya? Ez rekord? Hát ilyen még nem volt. Tehát 37-8 volt eddig a leghűvösebb. Hogy fogunk itt akkor? 37-es körök itt simán. Ó! Oh. Persze, hogy simán. Hoppá, 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 nyugi, 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 nyugi. Nehéz ezt feldolgozni, te megértesz? Ah, jó, köszönöm. Nagyon jó. Amúgy lehet, hogy majd kellene egy ilyen telemetriát nézni, mert lehet, hogy nem vagyok olykor elég kemény. Még távokon. Lehet, hogy olykor azért van egy kis megbillenés. Húfilomkodok néhány féktávot. Hoppá! Azt kívül, hogy mindig állítani kell a fékerőt. Amúgy jó volt, 53-assal mentem. 53.0. Nagyon rendben volt így az autó szerintem. Lehet, hogy még lejjebb is lehetne menni amúgy. 52. Mindegy, egyelőre maradjunk itt szerintem. És akkor majd menet közben. Majd ahogy jönnek a versenyek, tesztelgetünk.
fastest lap for Santos, 137.48. P10, you're currently 0.33 off the leader's pace. Fastest lap for Frey, 137.39. You've just done a 137.72. Jó! Nagyon jó. Hirtelen megint sokat javultunk, bazd meg! Nyilván pozícióban nem a legúristenesebb. Hát én valamit fölrugok. Igen, ennyi gyorsult a pálya. Meg hát könnyű autó. Könnyebb autóval mentünk. Pályatapadás és könnyebb autó. Főként a pályatapadás. Open setup. Jobb, mint a fixed. Open. Ja, persze, jó pár, persze. Csak én azért használok alapbeállítás mindig, mert van a VRS, tehát ahol most vagyunk. Itt ugye egyedi beállítással lehet menni. Viszont van a fanatekes, ahol meg fix beállítás van. És azért, hogy ugyanolyan legyen az autó, mindenhol alapbeállítással megyek és kész. Ennyi. Úgyhogy... Nagyon szoros amúgy. Kékeres? Ki az a kékeres? Szia Viktor! Szervusz! Ja, tankolni kell. Ékeres, méteres, jó van? Persze. Megint a perverzió. Előjött. Csak előjött. Ma még nem voltam úgy. Mondjuk igazából én kezdtem el. De nem olyan régen még lovagolni akartam, nem? Többet. Hát, ha ingyen valaki meg lovagoltat, várjatok. Tátra, Tea. Minutes. The track temp is 34. The air temp is 18 Celsius. Follow car number 12 in the right lane.
close the gap to the guy ahead. Szia, Paza! Örülök neki. Here we go. Don't fuck this up. Green, green, green. Ez mi a picsa? Hát ez így kaput is esett a izé. Ez mi volt? De amúgy tényleg pazza, a kurva életben rajtot megvárhattad volna, ezt nem hiszem el! Most... Ááá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 
Istenem! De tényleg amúgy mindig ez van. De tényleg? Mindig ez van. Mindig. Miért történik ez meg? És amúgy üzemanyagot nem is tankolunk. Most hova már ennél több? Vagy 10 litert azért még ráverjek? Hát bazzeng, most itt mit lehetett volna? Mindjárt visszanézzük. De hogy ez így... Igen, mert azért remeg meg olykor a kamera, mert a váz hozzáér az asztalhoz, tehát a monitortartóhoz, és azon van a kamera is. Ezt már én is észrevettem, hogy kicsikét szűkösre vettem, majd holnapra egy picit állítok ezen. 6 perces javítás. Ó, akkor kell egy 15 liter. 15 litert fognak tankolni egyáltalán a fiúk? Hát ez... El is köszön. Na, szia paza, jó, hogy jöttél, most, hogy kiestem, már mész is. Ennyi. Jól végezted a dolgod? Hát ennyi. Na most nézzük meg, mi volt itt. De bazzeg, itt a srác, mi történik vele? Hogy lehet valaki ekkora balfácán? Hát ezt nem hiszem el, nézz oda. Figyeld. Mert ő nagyon szűken akar, ő az meg, az, miért nem az anyós ülésről vezetsz, akkor hülye gyerek, hogyha ennyire nézelődni akar, mert ő nézelődni akar. Schumacher behind is pitting now. És nem ír a srác, hogy sorry, vagy bármi. Kicsit keményen rászóltunk a srácra. Hát valamit azért böfögjék is, barátom. Kurva picsába. Most ő amúgy hol van? Ja, hogy ő versenyzik! Aha! Értem! Értem! Baszd meg! Hát az én hibám volt, minek mentem oda, igaz? Ennyi. Hármunkat már vontatják vissza. Vagyis, hogy hármunkat vontatták vissza. És öten vagyunk a boxba. Na, ez egy jó rajt volt. Hát most mindegy, hát most nyomni kell, basszus, mert kurva nagyot minuszolunk, hogyha nem nyomjuk. The leader has just done a 137.83. Hát nem azt mondom, hogy meg kell szakadni, de azért félig. Hát ez agya be. És most ilyenkor hogyan fogunk tankolni? Be van állítva, hogy begin. És akkor most így... Amúgy nem jó ez így, hogy nem látjátok olykor miket állítok. Nem? Mert kitakarom a nagy fejemmel pont. Amiket állítok. Átrakjam ezt máshova? Nagy a fejem, az a baj. Azzal nem tudok már mit csinálni viszont. Átrakom ide. Így. Csak így legalább látszódik, hogy olykor miket állítok. Csak így... Nem lesz az, hogy gubit így áll és úgy áll és, hanem mindenki látni fogja legalább, hogy Bala bácsi hogyan állítgatott. És megy tovább, mintha semmi nem történt volna. Hát,
Igen. Jó, lehet, hogy gyors gombra nincsen neki beállítva. Majd meglátjuk, hogy verseny után ír. Azt hittem egyébként, hogy ő is boxol. De nem boxol. Úgyhogy kár a gőzért. Részemről legalábbis. Ennyi. Így vagyunk beállítva. Hát... hát az elég szomorú, hogy azt te tudod, Lefi. Vagy nem tudom, mire gondoltál mondjuk, de... hát azért... na, ez mondjuk lehet, hogy egy ilyen öngól. Nem lehet, hogy ez öngól? Hát, gyanús. Nem kellene inkább 20 liter tankolni? 15 liter, biztos elegendő? 17. De várj, ez ki lehetett volna matekozni, álljál meg. De nem jó ez így, basszus, ez nehéz. Hány kör óta vagyunk itt bent? 4. Ez hozzájön mondjuk 15. Akkor de jó a 15 liter. Csak kezdjék el tankolni, basszus. De ha nem tankolunk, akkor még ki kell jönni egyszer, ami óriási mínusz lesz. Hát nyilván óriási körhátrányban leszünk persze, de hát most itt arra kell menni, hogy mit tud... te, amúgy... az meg tényleg, az opcionális... ha. Hát ez nem jó, nem is kéne tankolni, most nézem. 10, 30, hát max. egy 5 liter akkor. Meg kéne várni, hogy összerakják az autót teljesen. Mert ez így törtelen lesz. Biztos. Rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Zozó, nagyon szépen köszönöm neked az 5. hónapot. Büdös nagy tapsvihar neked. Köszönöm szépen. Jó rég láttalak. Mi a helyzet? Pincétben lévő lányok mondták, onnan tudom. Hát de amúgy így van. És mit kerestél a pincénben? Nincs takarítani voltál. Jaj, elnézést. Hoppá. Aha. Ez igen. Nagyon jó a közvetítőd akkor. Ügynökséged. De be tudtál jönni takarítani, durva. Na. Ja, oké. Örülök neki, Zozó. Valamit csak kéne csinálni, míg itt várunk, nem? Parkóba? Nem, csak vicceltem. De amúgy tényleg mehetne, hát most mekkora lenne, baszki, hát most Tarkovnál annó sakkoztunk, most itt meg mehetne a Barkóba, tényleg, hát most miért ne? Na, gondoltam valamire. Találtok? Nem, amúgy semmire nem gondoltam, várjál. Aki kitalálja, VIP rangot kap, de elsőként, aki először kitalálja. Várjál csak. Ne gondolok valamire. Azon sok mindenre gondolok, de hogy... mi legyen, egyet ki kell választani. Hát ez nehéz lesz. Megvan. Megvan, mehet. Megvan. Senkinek nem kell a VIP-rang, ez a... mi a kérdés? Hát az, hogy milyen szóra gondoltam. Nem Görögdinnye, nem Lajos, nem Alonso, nem Cicik, nem Teherhajó. De kérdezzetek, és hát Bargóban az úgy működik, hogy kérdez, föltesztek egy kérdést, hogy mit tudom, milyen színű. És akkor, ja mondjuk azt nem mondom el, hanem mondjátok, hogy kék színű, és akkor mondom, hogy... Ez egy tárgy. Igen. Tárgy. Igen. Nagyon igen. Nem személy. Nem piros színű. Vagy hát...
Nem piros színű. Autóval kapcsolatos. Baszki, ilyen jó kérdések is léteznek. Van ilyen a szobámba? Nincs. Nem ülés, nem kormány. Sas! Persze! Fék pofa, fék, pénz, nem. 5 percünk van, 5 perc. Ismétlem, kecske. Hát, nem. Autóalkatrész? Hát, az előbb mondtam, hogy autóval kapcsolatos. Arra a kérdésre mondtam, hogy igen. Hát most, hogy autóalkatrésze... Hát, fél igen. Nem benzinsapka, nem váltó, nem Mercedes. F1-es autóval kapcsolatos. Most így... Hát ez nem kérdés volt, Gergő, ezre nem fogok válaszolni akkor. Van ebből híres márka? Uha! Hát... Nincs. Nincs. Nem ablaktörlő. Megy nélkül az autó. Hú, de jó kérdés. Nem rádió, nem olaj. Látok közben amúgy mindent. Nem DRS, nem ABS. 4 perc. Hú, bazd meg! Hát most nem tudom, hogy elfogadjam el az egyiket. Ajaj! Mert, hát... Egy ember majdnem telibe. Hát... Igen, Gergő eltalálta, igen. Igen. Andris mondta, hogy tükör. Gergő meg egyből tovább gondolta visszapillantó. Bassza meg! Ó, csóri Andris! Ó, nem baj, neked amúgy se állt volna jól a viprang. Nézd a jó oldalát. Basszus! Gergő, ezt elhappoltad, nem? Visszapillantó tükör. Hát igen. Mondjuk az nem is egy szó. Hanem... Ja, de nem is szóra kellett gondolni. Hanem... Valamire. Hát, ez nem... Akár gondoltam volna, mit tudom én, a mesztelen csigára is, vagy mit tudom, bármire, nem? Szegény Andris, most rossz, mennyire érzed magad rosszul? Mert ha nagyon, akkor... Valami kompenzációt ki kell találni. Amúgy is kigyűjtöd. Na! Ennyi. Jó van. Gergőjét meg valahogy majd... Elsummantjuk. Nem? Intézek? Intézem? Hát ez hihetet. De milyen jó kérdések voltak! Uram, atyám! De ugye jól ítéltem meg, hogy Gergő találta... Igen, szerintem jól. Nehogy valaki... Nehogy kiderül, hogy valaki már belőzte Gergót. Akkor lefordulok a székből. És akkor most én hogyan adom ezt oda? Ja, megvan. Gergő, nagyon fő voltál pörögve, te. Gergő. 3 hónapra... Nem, Andris. Nem, ilyen megállapodás nem volt. Kész. Szerintem jól csináltam. Közben 1 perc, 50 másodperc és indulunk. Hát ezt nem hiszem el. Andris, nem aukción vagyunk. Hát nem hiszem el. Hát licitálunk. Licitál. Anyám. Ilyen. Ehhez aztán pofa kell. Hát szép, ez nagyon szép volt amúgy, nem? Visszapillantó tükör, ez nem egy olyan egyszerű dolog, vagy ne, lehet, hogy van ennél nehezebb. És akkor most kell ezek után koncentrálni? A következő 25 percre? Na, hát ez első osztályú lesz. Így van! Júj, de szép! Ez nem a Józsefvárosi piac. Nagyon szép, gyönyörű. Nagyon szép. Nagyon szép. 26 fokos az olaj? Ja, 126! De! Az forró, bassza meg! Ilyenkor van, hogy el tud posszani amúgy a motor. Hogy, de ennek hűtés kell, elég faszán. Úgyhogy le kellett volna állítanom a motor, csak nem tudom, hogy hogyan kell. Ja. Amúgy tankolás volt. Amúgy tankolás nem is kell, most nézem.
Nem baj, ezt az 5 liter dobjuk bele, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mikor tankolja bele a végén, vagy az megint újra be kellene ide állni, vagy mi? Osszátok ki, ne hagyjatok elvérezni. Jó van, nem kell kétszer mondani. Szép. Ja, hogy most tankoltak volna? Bazd meg, most tankoltak volna. Aha, oké, nem baj, megnéztük. Tudomásul vettem. There's a car approaching. Stay in your lane. Blue flag. Érezzük jól magunkat. Ennyi. És mindig 33 fokos a pálya amúgy. Itt igen könnyen driftel az autó. Ezzel a fékerővel. Na öreg, te is gyere be, baszki, mert ő fogsz engem tartani, úgy érzem. Bemelegszünk aztán. Lesz itt baj. Okay, Nandi, come on, stay focused. Apexes and exits, apexes and exits. P23. Stewards have warned us about track limits. Keep it between the lines. Oh, baski. Oh. Oh, oh, oh. Rosszul éreztem volna magam, ha itt történik valami. Jó, visszarakták a futó, mint amúgy meg kell hagyni. Semmit nem érzek a javításból. Első osztályú javítás volt a kollégáktól. There's an incident in. Turn 15. Blue flag. In 22nd place. Megelőzhetem? Szerintetek? Car right. Clear right. Blue flag. Rendes volt a fickó. Realizálta, hogy kurva lassú.
pörgesd föl magad, az bármi van, bassz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez, a kompresszorod úgy is jobban szív, mint bármely csajod. That's the fastest lap. Nice and smooth with that throttle. Keep it balanced. That's 20 minutes to go. Half distance. Megfutottam a verseny egy gyorsabb körét. Azt mondtál, hogy mi lesz, hogy fastest lap. Mi a lószak? Szia, Enesó! Jól látod. Kristálytisztán. Nagyon szépen köszönöm neked a feliratkozásod. Újult erőbe pörölked bizony. Tényleg gyorsabb köröm volt. Az ki van zárva. Versenyen egy gyorsabb köröm volt ez szerintem. Vagy nem? Lilult a bal felső sarok, vagy nem lilult? Hát, jó van! Jó ábrándok. Az meg. Flag. I think P3 has pinned it in turn 15. Nekem milyen izomlázam lesz holnap, te kurva élet. That lap time was 1:38. Ez az, menj a boxba, haver! Én is boxoltam. We think it might be Müller. Most ez nagyon hülye hangzik, de tényleg annak szurkolok, hogy minél többen kiessenek. Nagyon jó tempónk van. És meg vagyunk tankolva. Sokan meg nincsenek. Üres autókkal mennek ilyenkor már körülbelül. Hát épp, hogy be tudom fejezni a versenyt amúgy. Ilyen fogyasztással. Ebben a féktávban konstans hagyok be a kertizedeket. Korán fékezek szerintem, és nem ideális a fékerő, amit használok. Úgyhogy majd ennek utána kell nézni egyszer. Mert itt volt, hogy egy ilyen 5-10 méterekkel korábban kurva jól megváltunk, és jó is volt a kigyorsítás utána. Ez az, baby. Általában úgy szokott, eddigi versenyeken úgy volt, hogy az első 5 körbe futják meg a leggyorsabb köröket, és utána meg azt sose tudják megjavítani. Bár itt most elég kiegyensúlyozottan kurva jó tapad a pálya. Itt valószínű mindenki azzal szenved, hogy mennyire tudják menedzselni a gumit. Eddigi versenyeken nagyon-nagyon sokszor túlmelegedett a gumi alattam. 100 fok fölött volt a bal oldala. 104 volt eddig a top. A picsába. Erre rázok, mire mondjuk hogy lenne valami szerkesztett beállítás például. Ja igen. Csak az utolsó köröket mutatja. Egyébként ez a kaps. Én a kapsot használom, de majdnem a részlabbal indultam el. Utolsó pillanatban állítottam át mindent, hogy jó legyen a kaps. The lead
leader, Lunen, is pitting. Pay attention to track limits, please, Nandi. P22. Bargen is now in the lead. We'll be warned about track limits. 15 minutes left, that's 15 minutes. Rendesen elmelegedtek a gumipár. Az meg is erre figyelmeztet. Még ezt amúgy akár így is okay, lehet elérni faszán. Közben te megzavart. 21st. És most boxoltak sokan. Egy kicsikét finomabban kellene vezetni. Hát, egy kicsit ilyen időmérősen megyünk. Itt hol kellene? Lehet, hogy ezt meg fogja tanítani majd. Belénk fogja verni. Egy picit máshogy kellene vezetni versenyeken. Nagyon figyelni kell többieket, mit mennek. Mert itt most szerintem nálam fordulópont volt. Kurvára meleg a gumi. That's half fuel. You've used half your fuel. És ha jól látom, nincs elég üzemanyag. Bazd meg! Na várjatok csak. Most valaki tudná nekem értelmezni a bal felső sarkot? Hogy most a mögöttem lévő az mennyire van tőlem? Mert ha olyan a helyzet, akkor én kijövök most a francba. Meg az előttem lévő, hogy hol van. Kijövök tankolni. Azért ne kell már úgy vezetni, hogy konstant itt burítgattam kell az autót. Akkor megőrülök. Kettő körre van mögöttem, és az előttem lévő pedig... Ez hogyan van? Ő meg három körre van előttem? Az fasza. Tehát akkor lényegében egy boxkiállás nem most... nem oszt, nem szoroz. Úristen, de ezek a csúszások, te jó ég! Akkor ki kell jönni a francba és nyomni addig, ugye? Jól értelmezem? És komolyan? Hát sőt, hát persze, hogy ki kell jönni, bazd meg, mindenki ki kell jönni. Ó, anyám! Nagyon szarul állunk, úgyhogy... Igen. De amúgy...
Minusz 80 eye ratingről lejöttünk 64-re. Itt van tankolás, igen. Csak... Tehát amúgy is van tankolás, igen. Csak mi már voltunk a boxban 15 percet. Ó, picsába, meg kellett volna várnom, hogy tankoljanak. Akkor szeretük. Szeretettük az autót. Okay, Nandi. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Korábban kellene elkezdeni meglassítani az autót. Mire beesünk a féktávokon, hogy annyira hallad, annak lehet érezni, lehet, hogy nagyon sokat kap az autó, a gumi. Elegendő ez? Jelenleg egy 3-4 litert kellene tankolni. Hármat. Atya úristen. Elkezdünk akkor óvatosabban menni. 37-9-et autódott az első helyezett. Szép. Még az első helyezett itt van mögöttem, azzal még nyerhetünk egy kört. Hogyha őt elengedjük. Come on, you can do better than this. De alapvetően is nekünk ez volt az elsődleges szempont, hogy jövünk, visszajövünk a pályára és kocsikázunk, hogy versenyben legyünk, hogy minél több embert visszaelőzzünk. Mert lehet, hogy sokan összetörik még. P21. És ezáltal mi nyerhetünk pozíciókat. Jajajajaj. Szerintem többet nyerünk azzal, hogyha nem jövök ki a boxba. És inkább spórolok. Igen, ez fix. Tehát, hogy inkább gurítgatom itt-ott az autót. Tehát konstantsként 2-3 másodperceket elbukok a leggyorsabb köridőmből. Az nem rossz. Ilyen 1.40-es köröket, hogyha hozunk. Hogy 30... Hát, azt mindjárt megforgok. Az a legjobb spórolás végül is. Ha áll egy helyben, az autó megforog. Alig bukok, egy tizedet pás felett, kettő tizedet bukok egy ilyen kurítós féktávban. 2.89 volt az előző körös fogyasztás. És a gumik se terhelődnek annyira. Hát lehet érdemes lenni ilyen könnyed vezetési stílusra venni majd a jövőbe. Ilyen kurva nehéz versenyeken. Visszagondolva lehet, hogy a... Ó... Hirtelen akartam mondani a nevét. Hol voltunk? A szűk városi pálya? Detroit. Ja, Detroit, oké. Okay. Lehet, hogy ott is... Ott nagyon sokat próbálkoztam ezzel.
Kicseszett nehéz volt. Ennyi, 39-es kör, rendben van. És akkor még tempó is van. 284-re levittük a fogyasztás, jó az. Alakul ez. Alright, Nandi. 5 minutes to go, 5 minutes left. Hát egy boxkeállás 20 másodperc köbben, nem? Ja. Hónap vége fele is csak a költekezés, na szép dél. Haha! Hol van még a hó vége, Imi? Ajajaj, ugyan már, ez már hó vége? Vigyázzuk el. Köszönöm szépen neked a 16. hónapot. Mindahogy elengedem majd az első helyzetet, az a terv. Vagy nem? Vagyunk most, mi van itt most? Refuel! Igen. Ja, tehát akkor lényegében pont annyi kell, hogy elengedem a srácot, és ennyi, kész. Oké, vettem. Ezeket kurva jó megfogjuk amúgy, baszki. Nagyon sokat. Okay, Nandi. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining.